ma szeretnény előtt. Az első fél idő másik percében azt hiszem, hogy amit szerettünk volna, az ott elég hamar eldőlt, hogy az a kis hit, ami azért szükségünk van egy ilyen szituációból élő csapatnak, Ferencváros pályán az egy másik percet volt kapni, az rányugta a bélyegét az első félidőre. A Fradi ugye megnyugodott, mi elveszítettük egy kicsit az önbizalmunkat, elveszítettük abban a játékban való hitünket, amit úgy szerettünk volna itt kivinni a pályára, és akkor ebből ugye lett egy ilyen 3-0-ás félidő, ahol ugye szinte minden bejött a Ferencvárosnak, és nem tudtunk komoly ellenállást kifejteni. A másik fél időben azt gondolom, hogy a csapat nagyon jól vizsgázott, tehát azért egy ilyen mérkőzésből, ilyen másik fél időben úgy kijönni rögtön az elején nyilván fontos volt, hogy nagyon szép volt, rúgott a Zubipari, és egy picit visszaadta azt a hitet, amire azért szükség lenne. És akkor elég jól játszott a csapat, azt gondolom, a másik félnek ebben az első periódusában. Nyilván ehhez kellett a Ferencváros is, aki azért a biztos vezetésének birtokában már kicsit visszaállt és átadta a területet. Fradi már hamar megszerezte a vezetést ezzel, úgy gondolom, hogy egy kicsit meg is fogott minket ez a gól. Utána nem is sokkal, egy 20 perc múlva jött a következő, és akkor úgy gondolom, hogy kicsit mint a feladtuk volna, ezt nem lett volna szabad. Aztán fél időben kicsit váltottunk, akkor elén gyorsan tudtunk szerezni egy gólt, de igazából úgy gondolom, hogy Fradi megérdemelten nyert. Mi volt a taktika, arra próbáltatok játszani ezzel az ötvédős felállás, hogy minél tovább kihúzni 0-0-val? Nem ez volt a taktika, ez az ötvédős felállás, ez egy biztonságos felállás, de nem a 0-0-ra játszottunk. Hát sajnos ez most nem sikerült, mert ugye első félidőben kaptunk már 3 gólt, de úgy gondolom, hogy ha ezt még tudjuk csiszolni, akkor jó kis lett ez a felállás. Lesz most erre idő, hogy csiszoljátok a dolgokat, és nyilván kell is. Gondolom, hogy egy kicsit más vasos szeretnél a hosszabb szünet után, a válogatott szünet után a pályán te is. De igazából vasosra sem probléma nincs, inkább csak most az eredményekkel vannak gondok. És hogyha jönne egy-két győzelem vagy jobb eredmény, úgy gondolom, hogy önbizalmat adna mindenkinek, de ez úgy gondolom, hogy mindenkinek többet kell nyújtani.